Sziasztok, köszöntelek benneteket! A mai napon a tej és gluténmentesen étkezőknek szeretnék egy kicsit kedvezni. Mandulás süteményt készítek, ami kiváló torta alap is, de önállóan is megállja a helyét. Nagyon ízletes, szaftos süteményről van szó. Kezdjük is el! Az összeállítás nagyon hasonlít a piskóta elkészítéséhez. 4 tojás fehérjéhez hozzáadok egy csipet sót, és készítek kemény habot. Négy tojás sárgájához öntök 150 g kristálycukrot, és körülbelül 3 percig fogom mixerelni. Sárgás részhez kerül a felvert tojás fehérje. Nagy mozdulattal beleforgatom, de még nem teljesen. Mindjárt következik a mandula. 200 g darált mandulát fogok használni, ez lehet híjas is, vagy anélküli is. Szép laza a szerkezete, ez nagyon fontos. Ezt hozzáöntöm a tojásos masszához, és óvatosan beledolgozom. A mandulát diódarálón daráljátok le, és ne használjatok kávédarálót, mert akkor kicsapódik belőle az olaj, és nem lesz ilyen klassz szellős a szerkezete. Ilyenkor szoktam hozzácsorgatni 70 g olajat. Ezt is szépen beledolgozom, nagy mozdulatokkal. És lehet használni még mandula aromát is, ez elhagyható, de én hozzáadok egy táskanálnyit. A masszát 22 cm átmérőjű kapcsos torta formában fogom majd megsütni, aminek az aljára sütőpapírt raktam. Bekapcsoltam a sütőmet körülbelül 5 perce, körülbelül 180 Celsius fokos. A sütési ideje a piskótának 30-35 perc lesz. El is készült a piskóta, hagytam egy kicsit hűlni, most olyan langyos, megfordítom. Eltávolítom a zsírpapírt. És visszahelyezem egy kerettányérra. Szórjuk meg fahéjas porcukorral, és díszítsük a szélét szeletelt mandulával. Nagyon finom ízletes sütit kaptunk eredményül. Ilyen az állaga. Klassz, szaftos, dús.